Sziasztok! Ebben a videóban sampont készítek házilag. Az alapanyagok összekészítése után első körben összekeverem a Planet FC-t, a növényi glicerint és a decilglukozidot. A Planet FC bőrkímélő, habzást segítő tenzid, amely a hajat könnyen fésülhetővé, rugalmassá és puhává teszi. A decilglikozid a habzást és a tisztítást segíti elő, a növényi glicerin pedig nedvesség megkötő hatású és hidratálja a bőrt. Miután alaposan összekevertem, hozzáadagolom a forró vizet, csomómentesre keverem az egészet. A Lauria glükozid olyan sűrítő tenzid, amely habképzésre és a haj kondicionálására szolgál. Ezzel kihűlésig keverem. A samponomhoz hozzáadagolom a keratint, amely erősíti a hajat és a bőrt. A keratinos samponok jótékony hatása szinte azonnal érezhető a hajon. Az E-vitamin az egyik legjelentősebb antioxidáns, bőrápoló, hidratáló és gyulladásgátló hatású. A rokonszál bőrbarát tartósítószer, amely megakadályozza a baktériumok és a gombák szaporodását. Mivel csak savas közegben hatékony, ezért a kozmetikum pH értékét tejsavval korrigálni kell. A tejsav egyébként hidratál és bőrpuhító hatású. A samponhoz mindenki igény szerint különböző illóolajakat tehet, én az édes narancsot és a mentát szeretem, így most is ez kerül a samponba. Miután alaposan összekevertük, már csak flakonba kell önteni. A kész sampont érdemes legalább 5 órára a hűtőbe tenni, ezek után fogja elérni azt a sűrű állagot, amivel a leginkább hasonlítani fog a bolti megfelelőjéhez. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan ismét találkozunk. Sziasztok!